hálát adni. Először valójában a szívbe kell tekinteni. Szavaik lehetnek üresek, vagy jól hangzóak, csengőek, de valóban az az igazi, ami vissza a cseng, visszhangra talál a szívünkben, elsősorban a hálaadónak a szívében. Belegondolva, mennyi minden lemúlt 58 esztendőben kaphattam az Úristentől, nem tudnám felsorolni, illetve fel tudnék rengeteget, hanem belegondolva abban, hogy mi is marad meg, ami olyan adománya a mindenhatónak, amely túlmutat a földi világon, és az enyém lehet. Igen, ez az, ami meghathatja szívünket, ahogyan azt a 16. Zsoltárban olvassuk. Az Úr Szentének szép öröksége és halálból való kiszabadulása, Dávid mit támja. Tartsd meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jó nincsen. A szentekben, akik a földön vannak is, felségesekben, bennünk van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak vágyalmaik, akik más istenek után sietnek, nem áldozom meg véres áldozatjukat, italáldozatjukat, és nem veszem nevüket ajkaimnak. Az Úr az én osztályos részem, van az örökségem és pohar. Te támogatod az én sorsom. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktattak engem az én veséjük. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem belül van, meg nem rendülött. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztosságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy az eszented rothadást lássam. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kedves testvéreim, az Úr Szentjének a élete, halála, a sorsa, a halál és az üdvösség kérdése állít előttünk ebben a csodálatos zsoltárban, ami Isten kegyelméből Dávid megírhatott, amely személyes bizonysága is, és életének az igazi egyetlen öröme. Megadta a mindenható Isten az ő lelke által Dávidnak, hogy írjon arról, aki a világnak legszentebb öröksége, amelyet mindannyian örökölhetünk, ha valaki hízunk benne és hiszünk benne. Feletted való jó nincsen. Hányszor tévesztjük el az értékeket. Azt hiszük, hogy ez az igazi, na, ehhez ebbe kapaszkodhatunk. És aztán rájövünk, hogy hát nem is olyan értékes az, hanem vacak, kacak. Vagy akár az élet tervei, mazsratörő tervei. Sokszor eltűnnek az első viharban. Nagyon a legdrágább kincsek, a szívünknek kincsei is, amelyekhez annyira ragaszkodunk, jelenthetnek-e örök hálaadásra, adhatnak-e okot. Sok rossz is ér az ember nem szeretett dolgok, amiket nem ér, hogy miért is van, ahogy a prédikátor könyvben mondotta, mindennek rendelt ideje van, és ebben nagyon sokan, legalább fele a nem szeretett dolog, de benne kell legyen az életünkben. Vajon hogy tudunk ezért hálát adni? Eltűnik minden. Forrá lesz az ember. A legnagyobbak is forrba hullanak. A legszentebbek mártírium által lettek mártírokra. Igaz, hogy miért hálát adhatunk a mindenhatónak, ahogy ezt is olvassuk, hogy a szentekben van gyönyörűségünk, akik a földön vannak,
de ők keservesen megszenvedtek azért, hogy nekik gyönyörűségünk lehessen. Nem sok mindenben lehet gyönyörű. Az Úr megmondotta, mikor megélt az ég, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassák. Ez a drága gyönyörűségi forrás, akinek Ézsaiás proféta szerint az ábrázata nem volt kívánatos, meggyötört volt, mondhatni azt, hogy az ember szempontjából ő volt a bánkódó ember, bűnösök miatt bánkódó, ugye ő, aki életünk hálaadás forrása maradt. Ha magamra gondolok, lassan lejár az életem, itt vagyok mindent és mindenki, és akkor vajon hálát adnak-e értem, hogy a szolgálatomért, a szeretetemért, vagy pedig igyekeznek minél hamarabb elfelejteni, de szerint vagyunk mindenki. A legkedvesebbnek is az orszája, vagy éppen a munkája, az feledésbe merül, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy örökséget nyer. És ezért örvendezünk, ha mondja az írását, földi sátorházon elbomol, szent örökségünk van a mennyben, az az örökség, amelyet Jézusban adott végül. Sokan nem adnak hálát a mindennapokért, ahogyan az elég is hallottuk a szerettekért, a barátokért, a földi javakért, amelyek szintén fontosak, de ezek mind-mind múlandóak. Csak ideiglenesen a milyen, és hálát adhatunk a mindennapok perceért, óráért, nyilván. De kapunk egy igazi örökséget. És ez egy életre szóló, sőt az életet túlmutató hálaadás, hiszen Krisztusért nekünk hálaadó életet kellene, hogy éljünk, és sokan megvetik. Nem törődnek vele, nem veszik komolyan ezt az örökséget, miféle örökség az, ami 2000 esztendővel hagyott az Isten a világra, hogy annak emlékét sokan nem tudnak örvendezni, nem tudnak hálát adni Krisztusért. De el fogja vinni a... Nehogy is. Elviszi az árvíz a házat, hogyha leég az, oda lesz a hagyon, oda lesz minden, ami földi örökség, és ajándékba kapta az ember, de aki adta, az vissza is veheti, úgy dönt, és nem tehetünk ellene semmit, akkor milyen marad? Ha nem volt Krisztusa, ha nem tudott hálát adni a minden napokban, ettől őrizzen meg bennünket a mindenható Isten, de inkább nézzük csak ebben a Zsoltárban, mi is a hálaadásra adó, vagy kívántó ott a továbbiakban. A sorsomnak a támogatás. Így szól az én részem, kies helyre esett. Nyilván szép örökség jutott léte. Ez mindannyiunknak az Istentől ott kapott ajándék. És ezt higgyétek meg, hogy senki el nem veszi tőlünk. Szép helyen van. Kies helyen van. Nyilván szép örökség jutott léte. Ezért kell keresni, megízlelni ezt az örökséget. Ezt az Ó és Új Testamentumot, amelyet a mindenható Isten adott ebben a Szentírásban, a tietekben, amit otthon használtuk és használunk minden gyülekezetben, felekezettől függetlenül, ez a mi örökség. Mert megvan földiekben is, amelyek és sokszor harcolunk, templomban, imaházaik. A még szebb, mind szebb dicséret az Úristennek, amelyben ma is részesülünk, köszönet néktek testvéreink, hogy lelkünket közelebb viszitek az Úrhoz. És érzünk valamit abból a mennyei karból, annak szépségétől, amely szüntelenül dicséri az Urat, amelynek reméljük, hogy tagjai lehetünk. Ez a mi örökségünk, ez a szép örökség. A legszegényebb is, a legelesettebb is, ezzel dicsekedhet az Úr. Pál apostol elért odáig, hogy azt mondottam, hogy nem én élek már, hanem
él bennem a Krisztus. És neki az élet nem is a legfontosabb, hanem a meghalás számára a nyereségben akkor kapja meg igazán az örökséget. Sokat gondolkoztam, mit is jelent, nem akartál Pál apostol elszakadni az élettől erőszakkal, nem ezt akart, hanem tudta, hogy az igazi örökséget akkor nyeri meg. Akkor fog igazán zengeni a hála, de a földi életben is, amikor ütötték, verték, menekülni kellett, nem értették meg, amikor ő kitette a szívét az asztalra, de mások leszentezték azt. Mégis, olyan írva vagyok, az Úrra néztem szinte, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülött. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztossággal. Ami életünk, testünk, lelkünk biztosítéka, innen az Úrban van. A mi testünk Krisztus feltámadása után a mennyben van, hiszük és valljuk hitvallásunk szerint mindannyian. És nem hagyod lelkünket a pokolban, nem hagyod, hogy az, aki szent élet, Isten akaratából az rothatást lássa. Jézus mutatta ezt meg, mert ezt az utat adta nékünk. Megtanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. A föld élete nem mindig adok ott arra, hogy gyönyörködjünk benne. De éppen ez is készített arra, ez úgymond a nem kívánatos dolog, hogy felfele nézzük, és az igazi örökséget, az igazi gyönyörűséget megláthassuk. Ehhez mennyi látást kell, szükségeltetik. És hiszünk, hogy amikor egy szívvel és egy lélekkel jó indulattal vannak együtt az agyafény, mint ezen a mai nap, Isten félelmében, akkor megízleljük a mennyi gyönyörnek az ízét. Nem teljesedik ez most még ki, de vigyázzunk rá a hétköznapokban, hogy minden nap hálát tudjunk adni, amikor egymással találkozunk, hogy ott majd fenn a mennyben is hálát adhassunk. És abban a igazi gyönyörűségben legyen részünk, amelyet megoszt velünk a mindenható Isten, amely nagyobbat senki nem adhat, aki azt mondotta, íme ez az én szerelmes. Hiszük, hogy ha letekint az Úr és kéri, nézd bennünket, fürkészi a mi szívünket, veséjünket, hogy hogy élünk ezzel az örökséggel most, hit szerint és lélek szerint, talán elmosolyodik. És atyai szeretettel mosolyog rám, adja meg a mindenható Isten, hogy ez az összegyülekedés Isten tiszteletünk, hálaadásunk, megteremtjük a szeretetnek gyümölcsei, és a mennyben is az Úristennek a jó indulatát. Ezzel a jó érzéssel, ezzel a 16. Zsoltárban összefoglalt drága és szent örökséggel térhessünk majd hajlékainkban az Úristennek a nevében.